A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, kedves nézők! Ez a kezdőkör, és óriási örömünkre, vagy örömömre legalábbis a főcímen kívül itt van megint 5D-ben teljes valóságban Kaiser Tamás kollégánk, aki immár a sportál.hu szerkesztője, de néha még visszajátszik, mint a nem is tudom, a kölcsönadott nagy játékosok nevelő egyesületükben. Szia Zoli! Tulajdonképpen ez az én születésnapi ajándékom. Neked jaj, Isten, nagy... Isten éltessen sokáig. Köszönöm szépen. Már köszönöm nem számoljuk, szépen. Úgyhogy nem mondunk. Igen. Hát nem tudom, hogy több éven van-e, mint ahány pontja lesz a Manchester Unitednak szezon végén, de próbálom összekötni. Nincs annyi. Nem vagy, annyira nem vagy öreg. Igen, szóval Kaiser Tomi az egyik megmondó emberünk a mai műsorban, itt van velünk Farkas Szilárd kollégánk a Fehérvár Média Centrumtól, és természetesen Németh Krisztián, aki összeköti az összes létező fehérvári sportmédiát, de legalábbis a Feolt és a Média Centrumot. Hát mindjárt itt a tavasz, sőt ugye úgy, néha már úgy érezzük, hogy szinte már itt van, de az időjárás azért még valószínűleg egy kicsit e tekintetben megvárat minket, viszont ugye a futball szezon hamarosan kezdődik, 29-én, hogyha jól tudom, játszom majd első mérkőzését a MOL Fehérvár, mégpedig Kecskeméten roppant nehéz rangadóval az él csapatnak számító Kecskemét otthonában próbál a 8. helyezett Vidi bravúrral pontot szerezni. Ez persze egy kicsit így ironikus, mert hogy ennek valójában fordítva kellene lenni. Érkeznek a hírek a csapat házatájáról, hát mára mennyire, ez is a nagy kérdés, hogy valójában amikor arról beszéltünk, hogy vérfrissítés kell, meg tényleg most aztán már tényleg kellenének jó igazolások, vagy esetleg ezt-azt elküldeni, olyan nagyon nagy mértékben nincsenek változások. Most a legfrissebb ugye, hogy Lednyevet és azt a Szendrei Ákost, aki bevallom őszintén, én azt sem tudtam, hogy itt van a csapatnál. Nem jársz meccsre azért. Hát négy mérkőzésen lépett pályára összes ez a fiatal magyar csatár, aki a Dunaszerdahelytől érkezett. Szóval ezt a két labdarúgót végül is elküldték, vagy hát nem folytatták Fehérváron a pályafutásukat, és cserébe érkezett ugye eddig egy kecskeméti kölcsönből vissza Szabó Levente, és egy norvég középpályás, aki pedig már bemutatkozott az edző mérkőzéseken, Tobias Christensen, illetve hát a legújabb hír, hogy ha igaz, de még hivatalosan nem erősítették meg e pillanatban legalábbis, mikor felvesszük az adást, hogy a félelmetesen jó nevű Pantelikos 26 éves hondurasi válogatott középpályása Deibi Flores lehet a Vidi következő kiszemeltje. Tomi, látom azért, aki szimpatizál a Ferencvárossal is, hogy kezdtek az izzadság csöppök legördülni a homlokon, mert azért egy Deibi Flores, Tobias Christensen középpálya, az már lehet, hogy felveszi a versenyt a Fradival. Csak egy kicsit komoly a pont hátrány. Meglátjuk. Meglátjuk. Hát egyébként nem érdekes egyelőre az a magyar átigazolási piac, de ezt megszokhattuk ilyenkor télen, ugye, hogy nálunk még februárban lehet igazolni. De megszokhattuk? Pont úgy rémlik, hogy a régebben, még akkor, amikor régen jobban is állt a Vidi, ilyen 5-6 érkezőt simán bejelentettek a téli szünetben. Igen, csak később kezdődött a bajnokság. Most ugye már elindul a tavasz, amikor még mindig lehet majd ugye igazolni, és ugye nálunk azért zömében, mert szerintem arra várnak, hogy ki az, akit esetleg nem vittek el olyan bajnokságba, ahol mondjuk január 31-én ugye véget ér az átigazolási időszak, és olcsóbban vagy akár ingyen is el lehet hozni, úgyhogy ugye lehet látni, hogy azért nálunk a téli időszakban jönnek olyan helyekről játékosok, ahol egyébként ugye tavaszi-őszi lebonyolítású a bajnoki rendszer, itt szintén nagyjából szerintem ez lehet az ok, hogy megvárják, hogy elviszik egy nagyobb bajnokságba az adott játékost. De itt ugye meg hát spórolni kell a gázszámlára. Itt azért úgy tűnik nekem, hogy vannak különbségek, pontosabban hát egy csapatról érdemes beszélni, aki az más metódus követhet, ez a Ferencváros, hiszen európai kupa szereplőként
az utóbbi években rendre csoportkörben játszó, és immár ugye kieséses szakaszt is megérő magyar csapatként. Azt gondolom, más lehetőségei vannak akkor, amikor mondjuk akár szezon közben játékost kell ide csábítani, és hát tényleg erről meg aztán óhatatlanul az jut az eszébe az embernek, hogy egyáltalán valaha lesz-e még esély mondjuk utolérni a Fradit a mostani körülmények és lehetőségek figyelembevételével. Hát én nagyon örülök neki, ugye a legnagyobb csapatok is csak válogatott játékosokat próbálnak megigazolni. Első próbálkozása a Manchester United behozatalára, bár én már finoman ugye megtettem ezt a kis lépést. Örülsz meg Horst érkezésének? Nagyon örülök neki, ő is egy olyan játékos, aki egyet villant, illetve mondjuk, hogy kettőt villant ugye a világban, számukra a világbajnokság legfontosabb mérkőzésén, de nem tudom, hogy mennyire kanyarodhatunk el ebbe az irányba. Még nem. A Fehérvári vonatkozását. Meg is kérdeztem a Fehérvári vonatkozását, ugye most még tart az edzőtábor, és itt ki is emeltik, hogy általában nem az a lényeg, hogy milyen eredményt ér el a csapat, hanem hogy ki tudja próbálni a vezetőedző Huszti, most nem téveztem el Huszti Szabolcsa játékosokat. És hát meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni, kiket igazol még a csapat, mennyire fognak összeállni. Ugye tényleg nem szabad semmit levonni az edzőtábor tanulságaiból, illetve az ott lejátszott mérkőzésekből. Hát megmondom őszintén, hogy én is most szembesültem ezzel a hírrel, és tényleg csak annyit tudok elmondani, hogy a válogatott játékos mindig jó, mert ő jobb, mint a többi. Az adott országban. Volt egyébként ugye a közép-amerikai térségből Arturo Alvarez volt legutóbb szalvadori játékos, és én őrá úgy emlékszem, hogy egyébként egy kiváló játékos volt, még hogyha nem is tudta mindig a legjobb formáját kifutni a Vidiben. Hát Hondurasról olyan nagyon sok emlékünk azért nem lehet, mert nem nagyon jártak mostanában komoly világeseményen, de hát ha tényleg egy ottani... De VB mi se. Igen, de meg a nagyjából egy szinten vagyunk. Igen. Nem tudom, őszintén szóval, azt akartam még mondani, hogy most még megengedett, hogy mondjuk a két előző vezetőedzőt keverd, és nem tudom, Huszti Szabicsként apostrofáld a jelenlegit, ilyen átmeneti időszak, de már tavasszal majd figyeljél rá. És Boris? Ja, hát igen, a Boris közben ő kimaradt, ő már nincs az emlékezetben. Szóval, hogy... Nem, hát egyébként, amire próbáltam utalni, ugye, hogy a Ferencvárosnál ugye évek óta egy nagyon tudatos, nagyon profi, viszonylag kevés mellényúlással tarkított, ugye átigazolási metodika zajlik, és itt ugye rendszeresen az történik, ugye a Ferencvárosnak célja is az, tehát eleve ugye próbál úgy venni játékos, vagy úgy igazolni játékos, hogy neki azt a lehetőséget fölvázolni, itt játszol nemzetközi kupa, BL, Európa Liga, most ugye tényleg egyenes kieséses szakasz is, és el tudod magadat adni. És ugye tehát eleve Van egy szisztéma, egy koncepció, Csercseszovnál is ez egyértelműen látszik, hogy mit akar ugye játszatni a csapatával, milyen játékosokra van szüksége, és akit visznek, annak a helyére már azonnal van 2-3 olyan játékos, akit kinézett a Hajnal Tamás vezette menedzsment, és gyakorlatilag posztra tudnak azonnal igazolni. Ugye azt is látjuk a Ferencvárosnál, hogy jellemzően próbálnak télen igazolni, hogy már amikor nyáron selejtezni kell, ne akkor kelljen beépíteni a csapatba. Ugye a Fehérvárnál is volt erre törekvés, de ott azért lehetett olyan híreket is hallani, hogy például volt játékos, aki jött volna, ugye most Boris nyilatkozta ezt pont nálunk, hogy ha tovább mentek volna a Kölnön, akkor hoztak volna egy minőségi játékost. Így nagyon-nagyon nehéz ez egyébként nehéz. Egy edzőnek is dolgozni, miközben mondjuk Petriákot ugye pont ebben az időszakban engedték el, miközben egyébként azt lehetett látni szerintem, aki ért a focihoz, hogy ez a keret nem elég mély ahhoz, hogy tényleg szerda-szombat vagy tényleg csütörtök-vasárnap ritmusban játszon, és azért ez így nagyon-nagyon-nagyon nem az építkezés szolgálja, hogy most egy mérkőzéstől egy pár hasznot teszed függővé, hogy hozol-e minőségi játékost, vagy nem, mert ha nem hozol minőségi játékost, akkor tényleg nem fogod sose utolérni a Ferencvárost. Jelen pillanatban csak a Ferencváros kell utolérni a Vidinek, hanem a Kisvárdát, a Kecskemétet, a Bezőköves, nem tudom, Puskás Akadémiát, szóval. És egyébként meg látszik az, hogy azoknál a kluboknál, ahol egyébként van egyfajta szisztéma, ami szerint dolgoznak, hogy a maguk szintjén sikeresek, vagy láss Kecskemét, még sikeresebbek is tudnak lenni, mint ami mondjuk elvárható, mert ugye a Kecskemét
kis túlzással, azzal a kerettel játszik az NB1-ben, amivel kivívta az NB2-ből való feljutást meglepetésre, és mindezt úgy ugye, hogy a legjobb góllövőjüket a nyáron elvitte a Diós Győr. De van egy szisztéma, van egy rendszer, amiben az edző gondolkozik, hagyják dolgozni mondjuk Szabó István, és sikeres. Kisvárdán ugye van a révészrendszer, ami néha kaotikusnak tűnik, de ott egyértelműen látszik az, hogy a Révész Attila a főnök. És ha ez kell ahhoz, akkor ez kell. Úgy, mert szerintem nagyon nehéz, hogy figyelj, ha tovább jutunk, hozunk játékost, ha nem, nem. Hát igen, az nagyon érdekes egyébként, hogyha a MOL-Fehérvárnak akár csak a kicsit tágabban vett közelmúltját is nézzük, hogy szinte sportigazgató vagy elsős számú szakmai vezető poszton is akkor a fluktuáció volt, ami máskor egy játékos keretben, vagy máshol. Mert tényleg itt a Bucsa Győzőtől kezdve Kovács Zoltán, Sallú István, akinek volt nagyjából másfél éve a klubnál, nyilván többre készült. És azt gondolom, most tényleg az a kérdés, meg azért nem lehet még kijelentő mondatokat tenni, mert megint van egy új vezetés. Juhász Roland személyében ugye egy megint új elképzelésekkel rendelkező, nyilván igyekvő, de fiatal sportvezető, aki egyébként le is nyilatkozta itt az őszi szezon végé, hogy főleg a középpályán kell a csapatot frissíteni, hát ez az eddigi két fix igazolás, vagy hát egy fix, meg egy, aki ezek szerint már majdnem itt van, ez valóban a középpályára érkezik, de hát a kérdés az, hogy most akkor meddig kell, vagy meddig lehet ennek bizalmat szavazni, mert akárhogy is, itt azért a vezetői koncepció nyilván meghatározza, hogy most lesz-e teljesen más az arculat a Vidinél. Két észrevétel. Az egyik, hogy én ezt a stabilitást, amit a Kajzi említett, ezt jeleztem már korábban, Felcsúttal például osztam, akkor lelettem berregve, meg hurrogva. Most, hogy a Kisvárda meg a Fradi került elő, most érdekes módon. Nincsen lehurrogás, nem az a horoglaci. De valóban ez a stabilitás. Egyébként nem dítettem volna a Puskás Akadémiát is, mert ott is eleve van egy stabilitás a vezetőedző személyében, aki szerintem egy kifejezetten jó edző magyar viszonylatban, ugye a Hornyák Zsolt, és ott is azért van egy fajta koncepció, ami mentén dolgozik a klub évek óta, és ez tetszhet, nem tetszhet, mert nyilván sokan vagyunk úgy, akik szívesebben látnánk a tabella elején nagymúltú, nagy szurkolótáborral rendelkező, akár itt vidéki fellegvárakat, de Felcsúton is jól csinálják szakmailag, amit kell. Most az igazság egyébként, ami a Vidi felkészülését illeti, ez a csapat, ez olyan szinten hektikus, hogy nem hogy egy felkészülésből nem lehet szerintem különösebb konzekvenciát levonni, hanem mondjuk egy jobban sikerült Ferencváros elleni mérkőzésből sem. Tehát ennek annyi arca van ennek a csapatnak, és sajnos több az, ami kedvezőtlen, legalábbis számunkra. Hát igen, megszorongattuk a Fradit, de utána jött a nehezebb falat, az Újpest. Kis pukkant a lufi, úgyhogy hát nem irigylem Juhász Rolandot, akin nyilvánvalóan óriási teher van. Talán nagyobb teher, mint Huszti Szabolcson. A mindenkori sportigazgatón a MOL-Fehérvárnál, ahol egyrészt az anyagi körülmények, másrészt a szurkolói elvárás, hát ezek nem szelítültek, nem finomultak, és nem lettek kisebbek, vagy rosszabbak. Nyilván óriási a nyomás, és ehhez képest én azt nem tudom, hogy valóban milyen várakozással tekintsünk a tavasz elé. Itt azért még elég sok forduló van hátra. Jól tudjuk, hogy 3-4 pont, akár 5-6 pont különbség két forduló alatt változhat, és tehet valakit kieső jelöltből dobogó esélyessé, vagy fordítva. Tehát, hogy mit reméljünk? Azt várjuk, hogy a MOL-Fehérvár nyílegyenesen felfelé száguldva egy megfelelő erősítés és koncepcióváltás után azért odaér, és tényleg a nemzetközi kupa indulás az elvárás, vagy pedig mondjuk azt, hogy hát jó lesz, ami lesz ebben a szezonban, kiesni nyilván nem fogunk, Huszti, Juhász kapja meg a bizalmat, aztán majd nyáron nekifutunk egy hú de sikeres szezonnak. Na volt már ez így. Tomi ugye egyébként említette a többi csapatnál is, illetve az említett csapatoknál a stabilitást, ami egy nagyon fontos kérdés. Szerintem a stabilitás az úgy lehet meg, amit te is mondtál, az egyik verzió, hogy hagyják dolgozni őket. Én azt hiszem, hogy belemehetünk itt most, de nem csak tapogatózni tudunk szerintem a sötétbe, és majd a szezon végén vonhatunk le egy konzekvenciát arról, hogy mennyire teljesítettek pozitívan vagy negatívan nem csak a csapat, hanem ugye a vezetés is, tehát hogy mennyire szokott össze a vezetőség, mennyire szokott össze a csapat, és ennek a kettőnek az egyvelegéből tényleg kialakulhat-e egy pozitív tendencia.
tényleg most még csak tapogatózni tudunk, de a stabilitásnak az az egyik mérföldköve, hogy hagyják dolgozni őket, én úgy gondolom. És emellett igen, van még egy másik óriási különbség a Ferencváros és a Molfehérvár között, ugye az ősz folyamán ugye ebből is volt cikk, ugye, hogy a Molfehérvár nyereséges. A Ferencvárosnál ugye minden egyes forintot, ami például a játékos értékesítésből jön, az visszaforgatják a csapatba a következő egy vagy két játékos megszerzésére, erősítésére. Ugye a Fehérvár attól tud alapvetően nyereséges lenni, hogy az a néhány játékos, akit mondjuk az elmúlt években eladott, annak a bevételét... Milyen olyan játékos eladást tudsz a vidi utóbbi éveiből, ahol nyilvánvaló bevétel volt. Tehát ilyen 200-300 ezer eurós eladások azért voltak. Úgyhogy tehát ez van, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt a pénzt vissza kellene forgatni a csapatba. De egyébként visszatérve arra, hogy mi lesz mondjuk tavasszal, a Fehérvárnak pont az a jó, ami a rossz is, hogy ez a 12 csapatos bajnokság, vagy 11 csapatos gyakorlatilag, úgyhogy a Ferencváros ennyire kiemelkedik. Ez azt jelenti, hogy ha elkap egy jó flót az együttes, és mondjuk fölül egy ilyen győzelmi hullámra, akkor villámgyorsan, tényleg akár most január végén indul a bajnokság, a március közepe vége felé, már ott lehet a dobogó közelében. Ha viszont beragad, akkor szívás lesz. Akkor azon kell szurkolni, hogy tényleg mondjuk a Honvéd meg a Vasas ne találja meg önmagát. Még egy nagyon fontos dolog, amit a Tomi mondott, ugye említettél számokat ez a 200-300 ezer euró játékos eladásokból. Én amennyire tudom, úgy tudom, hogy a Vidit 100 ezer eurókba, vagy néhány 100 ezer euróba gondolkodhat akkor, amikor játékost akar venni. Nyilván a Fradinál ez máshogy van. Tehát egy tízszer annyit érő játékos papíron jobban teljesít, mint egy tized annyit érő játékos. Ez ki is jön az utóbbi években. Lednyelv esetében én amennyire tudom és remélem nem mondok butaságot, az ő konkrét hibájából nagyon sok gólt kapott a Vidi, úgyhogy attól, hogy tőle elköszöntek, az szerintem nem olyan nagy meglepetés. A szurkolók egész biztos, hogy jobban örülnének, hogyha nem egyfajta játékos tőzsde lenne sóstó, hanem egy élcsapat, ami fel tudja venni a versenyt a Ferencvárossal. Ez egy nagy kérdés, hogy egy játékos egyébként, aki mondjuk nagy reményekkel érkezik, ha még van ilyen, ő kinek a hibájából, hogy miért nem teljesít úgy, lehet, hogy eleve egy felfújt lufi volt, de például Lednyevnél emlékszem, hogy ugye egy ukrajnai magyar szakember, aki tekintének számít, azt nyilatkozta, hogy komoly csalódás volt számára, hogy Lednyev eljött a magyar bajnokságba, ahelyett, hogy egy kicsit még Ukrajnába építve magát, sokkal komolyabb piacra ment volna, ami nekem azt mutatja, hogy benne tényleg láttak egy komoly futballkultúrával rendelkező országban is lehetőséget. Hát ehhez képest itt Fehérváron aztán tényleg nem váltotta meg a világot, és ez egy jó kérdés, hogy miért nem, vagy miért nem tudott olyan produkciót nyújtani. Nem tudom, az biztos, hogy a Molfehérvárnál a Huszti iránti bizalom megvan, de az a fajta határozottság, ami az ő nyilatkozataiban olykor megnyilvánul, az, hogy oda nyúl, kivesz játékosokat, fiataloknak ad bizalmat, ez tök jó dolog, de sokáig nyilván ő sem teheti meg, hogy mindez ne eredménnyel párosuljon. Azt azért megkockáztatom, hogy annál rosszabbul nem tud kezdeni a Vidi, mint tavaly, amikor, ha jól emlékszem, valami 5 vereség jött zsinórban, miközben azt gondoltuk, hogy na majd most szépen elindul a felzárkózás. Reméljük, ez most nem lesz. Krisztián a Puskás Akadémiótól mit vársz? ez, milyen gonoszak vagytok, komolyan mondom. Hát érdekel, megyegyi rivális. A Puskás Akadémiánál az első felkészülési mérkőzésen két olyan játékost játszott, két fiatal, aki akkor pattant be az NB3-ból, és azt hiszem kezdett. De egyébként a Vidinél is azt hiszem, hogy a Hajduk ellen a Pető Milán, a Pető Tamás fia ott volt a kezdőcsapatban, úgyhogy ez mindenképpen jó, de nem tudom, mit várjuk a Puskás Akadémiától. Szerintem ott lesznek a dobogón, és remélem, hogy a Molfehérvár is, és előrébb lesznek a piros-kékek, mint a zöld-fehérek, meg a sárga-kékek Felcsútról. Ez lenne az optimális, meg a lehető legjobb, de hát tényleg nem lehet ebből különösebb következtetést levonni. Meg lehet, hogy egyébként, hogyha azt mondjuk, hogy hagyjuk őket dolgozni, akkor lehet, hogy nem is kellene ezen polemizálni, hogy vajon most rossz döntést hoznak, vagy jó döntést hoznak. Hozzák meg a döntéseiket, aztán
3-4 forduló után meglátjuk. Ha lejjebb leszünk, mint most, akkor nem jó döntéseket hoztak. Hát, ha feljebb, akkor meg igen. Ugye Guardiola nyilatkozta egy 2 hete talán Graham Potter kapcsán, ugye, aki átvette a Chelsea-t, és hát ugye gyakorlatilag fej-fej mellett harcolnak a Liverpool-nal a 9. helyért, hogy egy edzőnek kell hagyni egy, de inkább 2 évet arra, hogy fölépítse azt, amit ő szeretne, hogy tényleg a saját képére formálja az együttes, és ugye azt mondta, hogy neki azért volt szerencséje annak idején, és elég volt 1 év, mert neki volt egy Messi-e. Hát itt 20 évnek nincsen Messi-jük. Ebben a bajnokságban, nem a 12 csapatos ligában nincs is jellemzően 2 év. Akkor van 2 évet, hogyha látszik egyfajta tényleg építkezési folyamat, de itt a vidinél nem az az építkezés, hogy a mostani 7. helyről fölmész az 5. jövőre meg mondjuk tényleg a 3.-4. helyér vagy, hanem idén már dobogóért kell menni, és itt az az elvárás a szurkolók részéről, hogy záros határidőn belül odaérjünk a Fradi közelébe és a Fradinak a nyakára. Nagyon érdekes, hogy ott, ahol nagyon nagy pénzek vannak, tehát ott tényleg azt mondhatjuk, hogy azért nem kicsi a tét, mert üzleti... A kicsi a tét, kedvem sötét. Olykor sötét a szurkolók kedve. Tehát ahol nagyon komoly pénzek és üzleti modell alapján fölépített kluboknak akár a jövőképpen múlik ezen, mégis sokkal komolyabb a türelem. Ezt is rengetegszer megénekeltük, már elmondta itt Salló István is, hogy átlagban mennyi idő jut egy magyar edzőnek egy klubnál. 1 évben történik minimum 5-6 edzőváltás, és ha valaki 2 szezont lehúz egy klubnál már, akkor gyakorlatilag Matuzsálemnek számít. Úgyhogy nem biztos, hogy ez a jó út, mert például a Chelsea-t hozva 10 sérültjük van, mindenki tudja, hogy ennek is szerepe van abban, hogy bukdácsolnak, de teljesen mindegy, elképzelhetetlennek tartom, hogy egy év végén kinevezett Graham Potternek júniusban megköszönjék a munkát azért, mert a Chelsea mondjuk nem jut be a Bajnokok Ligájába, pedig hát ott azért euró-millió pénzektől való elesésről szól ez a történet. Ahogy nézem az igazolásaikat, nem számít. Ez most nem számít. Tehát elment ez a szerencsétlen Abramovics, akit ugye tényleg a 2000-es évek elején ismertünk meg, amikor megvette a Chelsea-t, és tényleg öntötte a dollár, vagy az euró 10 milliókat. Most itt az új tulajdonos, és 400 millió. Tehát, hogy ilyenkor hol van a FIFA Fair Play? De ezek az új tulajdonosok, vagy az olajpiac egyik végéről jönnek, vagy az olajpiac másik végéről jönnek, mert vagy amerikai mogulok vásárolnak most Vangó klubot, vagy arab országok. Úgyhogy nyilván azért könnyebben engedik el a kisebb veszteségeket. Jó, hát a foci témát egyelőre jegeljük, majd a kedvetekért azért beszéltünk a óriási érdeklődésre számot tartó Premier League alakulásáról. Fincsi. Arra gondoltam, hogy kézilabdázunk kicsit részben, mert mióta Tomi nincs, kevesebbet beszélünk azért kézilabdáról, bár nem is elsősorban most a mi fehérvári női csapatunk érdekese pillanatban, de azért róluk is, mert ugye itt volt Balázs Imre múlt héten a Bajnokok városában, és megállapodtunk, hogy gyakorlatilag teljességgel kiszámíthatatlan ez a fiatal csapat. Az előző év végén egy Vác elleni egyébként valóban bravúros döntetlen, ami nagyon könnyen lehetett volna győzelem, ugye zárta az évet. Majd elmentek Szombathelyre a másodosztályú Szombathelytől kikapni és kiesni a Magyar Kupából. Most sikerült nyerni Balatonfüreden. Nyilván nem az a kérdés itt, hogy hányadik lesz a csapat, mert a nem tudom, 6.-tól 10. helyig ez bármi lehet ebben a magyar mezőnyben, hanem hogy látjuk-e azt, hogy olyan fiatalok, olyan játékosok jöjjenek fel, akik akár más klubokba beleerősödve később mondjuk a magyar kézilabdának még örömet tudnak okozni. Jelen pillanatban például a Debrecennek van olyan, a Debrecen ugye éppen nem tudom, X-et játszik a Fradival a Népligetben, meg szorongatja a Győrt, és van olyan játékos, akit Fehérvárról igazoltak, tehát ez egyfajta filozófia lehet azért. Hát lehet, de nyilván egyébként most visszatérve erre, tehát teljesen kiszámíthatatlan valóban ez a csapat, és nyilván ez egyik oldalra adódik a fiatalságból. Azért meg kell védjem a szombathelyi meccsen a meccsel kapcsolatban a lányokat, nem láttam a meccset, csak néhány fotót, és megint éltek azzal a trükkel a szombathelyiek, hogyha jól láttam, hogy a kapu mögött nem volt háló, és az elpattanó labdák nagyon messzire mentek, így nagyon nehéz gyors kézilabdát játszani, és nyilván ennek a fiatal csapatnak, főleg egy MB2-es együttesen szemben a sebesség lehet az egyik nagy fegyvere.
Ezt engedték, oké, rendben van, meg nyilván a kupa jelen pillanatban nekünk nem is pálya. Én azt gondolom, akkor lenne pálya, vagy akkor lenne fontos, hogyha lenne egy olyan törekvés, meg egy olyan csapat itt Fehérváron, amelyik mondjuk a következő évben úgy tudna nemzetközi kupázni, hogy annak mondjuk értelme is legyen. Ez nincs meg, itt most van egy fajta építkezés, én sok ügyes játékost látok egyébként ebben a csapatban, és nyilván most még ott tartunk, és én bízom benne, hogy mondjuk jó pár év múlva inkább majd mit tudunk majd megint igazolni, de tényleg az van, hogy itt aki ügyes, jó, az kinézik, elviszik, akár tényleg az általad említett, de nem nevesített, ugye Töfner Alexandra esetében, úgyhogy ami egyébként meg a Debrecent illeti, ugye gyakorlatilag a válogatott gerince játszik ott, és szerintem ha most itt válogatott azhatunk is egy picit, akkor az elég komoly kritika, hogy ez a Debrecen az, hogy a válogatott gerince ott játszik, egy ilyen nagyon rossz napot kifogó Ferencvárosa is csak x-elni tud. Hát jó, a válogatottat láttuk egyébként, sok kritika is érte ugye a decemberi világverseny kapcsán. Úgy érezte? Tehát egyszer nekem az az érzésem, mint hogyha így, hát jó. Tehát én nem éreztem azt, hogy a óriási kritika érte volna a válogatottat. Hát kellett volna, de ez önmagában már kritika nem, lehet, mert ezek szerint... De ha már válogatott meg világverseny, milyen érzésekkel néztétek az elmúlt napokban a férfi világbajnokságot? Én bevallom, nagyon régi érzések kerítettek hatalmába, amikor néztem az Izland elleni mérkőzést, ráadásul pont akkor kezdtem el nézni, mikor nagyon reménytelennek tűnt az egész, és ilyen önkínzásnak tűnt, hogy most megint egy jó, erős, világszintű válogatott jó agyonver minket, és hát egy óriási katarzis lett a vége, tényleg szenzációsan játszott a magyar válogatott, ezek után tegnap leültem, hogy tök jó, most akkor a portugálokat is megverjük, és gyakorlatilag ott vagyunk az olimpiai selejtező kapujában. Teljesen igazságtalanul és nyilván nem megfelelően szoktunk a női sportokkal viccelődni, hogy ez a kiszámíthatatlanság, ez az ő sajátjuk, hát ehhez képest a fiúk kislányokká váltak. Hát gyakorlatilag kiszámíthatatlanná tettük ezzel a vereséggel ezt a csoportot, mindenki azt nyilatkozta, illetve a legtöbb játékos, hogy hát mintha teljesen más csapat ment volna fel a pályára, teljesen máshogy játszottak volna. És Székely Marci is azt nyilatkozta, hogy ez egy kicsit ilyen magyar betegség, vagy egy kicsit a magyaroknak a szerencsétlensége, hogy egy jó meccs után aztán jön egy csalódás, vagy kidurran a lufi, teljesen mindegy, hogy hívjuk, nem szabadott volna így alakulni a portugál mesnek, ami ugye az elején ment el. Jött a piros lap, aztán valahogy nem találtuk a ritmust, és aztán az egész mérkőzésen gyakorlatilag kullogott a csapat az eredmény után, mondták, és a srácok, talán Báhidi nyilatkozta éppen, hogy felnéztek az eredményjelzőre 10-20 perc után, és még mindig csak néhány gól szerepelt ugye a magyarok nevelőre. Sikerült kettőt lőni 20 perc alatt? Kettő, igen. És tényleg Székely mondta azt, hogy tehát ilyen nincsen, ezt nem szabad, és persze, hogy mi jövünk ki legrosszabbul, aztán ugye abból, hogy körbeverjük egymást a csoportban, hát Dél-Koreáról sikerült azért egy harmadik helyet így megkaparintani, ezekkel az érzésekkel kell majd tovább menni, viszont inkább most egy pofon, mint majd a későbbiekben, de nem mondom azt, hogy nem lesz itt még pofon, hogyha így állnak hozzá a srácok. Egyébként aztán Báhidi mondta, hogy majd visszanézik videón, hogy mi volt a hiba, ne nézz. Ezt nem tudom, hogy nem szabad visszanézni. Ez egyébként szerintem pokoli lehet, és ez egész biztos óriási vezető edzői kihívás, hogy mit mondasz ilyenkor, amikor tudod, hogy a csapatod parádésan tud játszani, és ez az Albafehérvár KC-ra is pontosan igaz, hogy ez a szélsőségesség. Tehát megcsinálják a tutit az egyik mérkőzésen, és akkor a következő meccsen meg azt se tudják, azért hol nem... vannak, hogy mit mondasz ilyenkor. Tehát egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy mi azért két győzelemmel mentünk be ebbe a meccsbe. De most bocsánat, és nem feltétlenül a válogatott kapcsán mondom, elsősorban talán inkább az Albafehérvár KC kapcsán, hogy például Józsa Krisztián mit tud ilyenkor mondani, amikor pontosan tudja a képességeit a játékosoknak, amit egyébként vannak meccsek, lásd a Vác elleni mérkőzés, ahol megmutatnak, és utána kész. És utána és sokszor a küzdőképességbeli különbség. Tehát nekem az volt az óriási, hogy Izland ellen mínusz 6 az 53. percben. De az a meccs el volt vesztve, csúnya magyarsággal fogalmazva. És az első pici fuvallatra, ahol jött egy kis remény, a fiúk tényleg úgy támadtak fel, és úgy fizikailag is úgy semmisítették meg az ellenfelet, hogy el se hitted, hogy ilyenre képesek, ami olyan mentális erőt feltételez, amiből azt gondoltad, hogy ilyen eredmény után, ilyen
repülőrajtból indulva, nem lehet probléma, majd felnézel a portugálok ellen a 20. percből, hogy 2 gól, és minthogyha egy ilyen totálisan önmagát kereső, hitevesztett, tengő-lengő csapat lenne. Szóval ez nehéz Krisztiánra vissza, a német Krisztiánra, meg a Józsa Krisztiánra is, hogy ezt hogy kezeli egy edző, hogy nem a figurát felejtik el, meg nem lőni felejtenek el, hanem minthogyha az egyik meccsen az ellenfél szemét is kikaparnák, a másikon meg azt mondanák, hogy na, mennénk már haza a csarnokból, mert már neki úgyis rossz vége lesz. Igen. Hát ugye Izland ellen mondjuk készült is összeállítás, mert ugye jellemezték egy kicsit, hogy milyen momentumok vezettek el odáig, hogy végrehajthatta, vagy végrehajtotta a csapat ezt a nagy támadást, és Miklán Roli védései nagyon sokat nyomtak alatba, ami ha nincsen, már pedig ugye tehát nem az volt, hogy mi annyira jók voltunk, hogy ott aztán 0 esélye volt Izlandnak, hanem az, hogy az izlandiak eljutottak lövésig, és Miklán szenzációs formában védett, és nagyon sok olyan ezek szituációban... Ezek összefüggnek szerintem, mert máshogy lő egy olyan csapat, amelyik már elbizonytalanodott, a Veszprémi szélsőjük előtte bevett mindent, és ott a végén 3-ból 3-at úgy fogott meg vele a Miklán, mint macska az egérrel úgy játszott. Tehát, hogy nyilván van egyiknek hatása a másikra, ezt a hullámzást nehéz valóban megmagyarázni. Szerintem külön kell választani a kettőt, azt hogy mondjuk mi a baj, vagy mitől van az, hogy mondjuk tényleg a Fehérvár kikap Szombathelyen, és aztán győz a NECA vendégeként, meg XL a Vác ellen, és majdnem nyer, meg idehozhatnám egyébként a Fradit is, hogy tényleg egy pocsék meccsen Debrecen ellen otthon le XL, majd elmegy Érdre, ami oké, persze, hogy nyilván hazai pálya, de mégsem az a hazai pálya, mint az Elek Gyula Aréna, és gyakorlatilag tönkreveri a Krimi Ljubljanát, úgyhogy tényleg momentuma nem volt, és hansza nem volt a Bajnokok Ligája ellenfélnek. Ez egy egészen más dolog, mint szerintem ami a férfi válogatottnál zajlik. A férfi válogatottat azért talán az elmúlt években, főleg a tavalyi hazai rendezésű, vagy részben hazai rendezésű EB kapcsán ugye ütöttük, vágtuk, magukat is szerintem elég rendesen ostorozták a srácok, meg a szakma is egy picit talán jobban, mint amit kellett volna. Eleve tudjuk azt, hogy azért egy komolyabb versenyhelyzet van a férfi válogatott esetében, mint a nőinél, sokkal több a jó csapat, és mi évek óta úgy megyünk ki a tornára, hogy van egy meccs, amit meg kell nyernünk ahhoz, hogy legyen majd esélyünk. És itt eleve én Császár Gáborral interjúztam a múlt héten, és ő például azt mondta, hogy simán benne van az, hogy gyakorlatilag 0 ponttal elbúcsúzunk, és nagyon-nagyon komolyat kell küzdeni azért, hogy legyen esély arra az egy hétre, ami ugye jó esélyre egy olimpiai selejtező tornát ér. Ehhez képest tükörsimán legyőztük Koreát, vért izzadtunk, és tényleg fantasztikus mélységből jöttünk vissza Izland ellen, meg volt a katartikus győzelem. Kicsit jól lakott a csapat, és belement egy olyan meccsbe, hogy a portugáloknak az egy élethalál harc volt, és lehet, hogy egészen más mérkőzés van, hogyha mi 2 zacskóval megyünk, vagy 2 ponttal a portugálok ellen, és nekünk is nagyon-nagyon számít ez a mérkőzés. Hát portugál kézilabda azért ezt még mindig szoktik, ezt Szilárd mesélte, de elmondhatunk most is adásban a sztoridat, ami arról szól, hogy egyáltalán hogy van Portugáliában kézilabda, vagy igen, mióta. Tehát mondjuk annó volt, most azért látjuk, hogy felfejlődött egy kicsit a portugál kézilabda, de még ugye a belőző munkájában a Sport TV-nél volt egy olyan szituáció, hogy már pontosan nem emlékszem, hogy ki játszott kivel, de ha jól emlékszem, akkor Veszprémi csapat játszott talán a Sportinggal, és akkor gyorsan szerezzünk valaki portugál nyelvet, aki hozzá tud szólni majd a mérkőzéshez, hogy hát mégis mire számíthatunk, mert ugye néhány évvel ezelőtt azért a portugál kézilabdáról, nem mondom most, hogy többet lehet tudni, de akkor még ennyit sem lehetett tudni, hogy azt ott teszik-e vagy isszák, és a Fradi egyik légiósa, már az ő nevére sem emlékszem, annyira meghatározó volt ugye a Tomi csapatában, az emberke lehet, hogy majd megmondja, ki volt az a portugál zseni, de nagyon rendes srác volt abból a szempontból, hogy odaállt, és elmondta, hogy hát igazából úgy nem nagyon követik az eseményeket Portugáliában sem kézilabda szinten. Van ez a játék, ahol próbálunk fejlődni, és akkor itt tart a fejlődés. Szenzációsak, és hát ugye így, hogy nincs Ronaldo, már kéziben is jobbak ezek szerint. Hogy csak ez hiányzott. És hát most ugye az a helyzet, hogy igen, a svédekkel játszunk majd a középdöntőben, gyakorlatilag ezen a mérkőzésen számunkra ezen állhat vagy bukhat, hogy oda jut-e az elvárásként kitűzött 8 közé a magyar válogatott. És megint az a kérdés, hogy ez az a meccs lesz-e, amikor tényleg nyomaikban sem és esélyünk se és semmi, vagy amikor megint jön egy olyan szenzációs tartás és erő és játék,
hogy ilyen végsőkig kiélezzük az egyébként nyilvánvalóan erősebb ellenféllel szemben. Szerintem simán benne van, hogy megint nyerünk, mert hogy tényleg Izland ellen az látszódott, hogy meg Izlandot legyőzni, az azt mutatja, hogy ebben a csapatban ez benne van. Ezt csak ki kell tudni hozni, és el kell hinni ezeknek a játékosoknak azt, hogy ezt meg tudják csinálni. Még mindig jobb, hogy most zavarba vágtam, igen. Ennyi, hogy még mindig jobban visszatérek az előző mondatomhoz, hogy most jött a pofó, mintha három meccset nyerünk, és akkor mindenki kikiált minket a torna egyik győztesének, majd... Ettől azért nem féltem volna a Portugál elleni győzelem után sem. Nyilvánvalóan nem, most egy kicsit túloztam, de aztán meg beleszaladunk a pofonba a következő mérkőzésre, mert a srácok elhiszik, mivel nem kaptunk még pofont, hogy akkor most tök jók vagyunk, tehát tényleg szerintem, ha kell pofon, akkor jó, hogy kijózanít minket, és tényleg legyen így, hogy ez egy kijózanító vereség volt. Alapvetően szerintem nagyon türelmetlenek vagyunk. Te nem, de amúgy minden szinten, tehát vidi, válogatott, kézilabda, akármi. Én mindig azt veszem észre, hogy na most akkor van ez a torna, van ez a meccs, és akkor most tök mindegy, mi volt előtte, de ez most akkor... És még mindig ezt figyelem meg, hogy nincs olyan, hogy az, aki nem olimpiai bajnok, hát az kit érdekel. Szerintem most a kézilabdáról beszélünk, itt nem erről nem, van szó. Nem kézilabdáról, összességében az elvárás rendszerről, amiket megfogalmazom. Kézilabdával kapcsolatban szerintem nagyon régóta az van bennünk, hogy jó, van a Veszprém, van a Győr, van a Ferencváros, van a Szeged, légiósokkal, kevesebb légióssal, és a többi, de hogy nagy, a női kézilabda esetében mi azt gondoljuk, hogy nekünk ott a helyünk a világ elejében, és nagyon-nagyon régóta nincs az meg, hogy mi úgy utazunk egy tornára, hogy gyakorlatilag borítékolhatjuk azt, hogy mondjuk a legjobb négybe bemegyünk. Sőt, hát a férfiak kapcsán egyébként, ugye azt hiszem Ágai Kis Andrásnak volt egy írása a VB előtt valamelyik portálon, ahol összeszámolta, és sajnos mivel már néhány napja olvastam, és ebben a korban ugye már a memória kopik, de hogy összesen hány VB-t és EB-t rendeztek eddig férfi kézilabdában, a kettő együtt bőven 30 fölött van, lehet, hogy 50 is, egyetlen egy érme van magyar férfi válogatottnak, számomra nagyon emlékezetes, mert 16 éves koromban a Mocsai Lajos vezette férfi válogatott, teljesen váratlanul VB döntőt játszott, egy zseniális nagy menetelés végén, és az egy ezüstérem. Soha se bronzot, se ezüstöt, dobogót, olykor a dobogó közelében sem. Ehhez képest valóban az van, amit Krisztián említ, hogy kimegy egy válogatott, és mi várjuk és verjük az asztalt, hogy most miért nem. Miközben egyébként az is bravúr lenne, ha 8-ba kerülne, és egy olimpiai selejtezőre kijutna, mivel hogy olimpián se jártunk egyébként férfi vonalon, most már a legutóbbi kettőn biztos nem tudom, mikor voltunk utoljára. Én az Athénia emlékszem, mert ott voltam, hogy ott volt a válogatott, és még nagyon jól is szerepelt. A 12-esen is ott voltunk, hogy ott is emlékezetes csatában győztük le Izlandot. Igen. Úgyhogy, de utána levő azóta nem voltunk. Lehet, hogy tényleg itt is az van, mint a vidnél, hogy át kell az elvárásokat kicsit állítani. Mindig minden ettől függ, én azt gondolom, hogy mik az elvárások, és milyen közeg, ugye. Ha kicsit visszakanyarodunk itt az adás vége felé a focihoz, ugye itt is az van, hogy már 86 óta nem jártunk VB. Hát igen, de azért egészen más volt az a labdarúgás, egészen más volt akkora konkurencia, mint ma. Ma ott tartunk, hogy bővítik 48-asra a labdarúgó világbajnokságot, és Európa még mindig a legmeghatározóbb alapvetően, meg Dél-Amerika, és gyakorlatilag mi kapjuk arányosan Európára, gondolom, mint mi, a legkevesebb helyet. Tehát hiába lesz mondjuk 12-vel több csapat a VB-n, ez ugye 3-mal több EB helyet jelent, tehát azért remélem, hogy most odaérünk, odaérünk, csak azért mondom, hogy most van egy olyan csapatod, van egy olyan gerince a válogatottnak, hogy azt tudod mondani, hogy igen, stabilitás megvan a kapuban, van egy jó védelmed, van egyébként egy kiváló szövetségkapitányod, van középpálya, vannak a középpálya jó támadók, még egy csatárt kell valahogy találni, aki ha nem is gólokat szerez, de megteremti a helyzetet a többieknek. És nagyon nagy papája. Csak azt mondom, hogy óriási azzal összehasonlítva, ami mondjuk régen volt, hogy egy Európa-bajnokság meghívásos volt, és úgy voltál ott egy EB, hogy meghívtak rá. És lehet, hogy még ezzel együtt a foci válogatottal kapcsolatban is túlzók az elvárások. Nem? Az igazság, egyébként most a türelmetlenség mondjuk a Vidi esetében az indokolt. Tehát ez mondjuk egy kivételt képező halmaz. De mondjuk gondoljunk bele
a sportoló lélektanába. Mondjuk egy válogatott férfi kézilabdázó, aki Izland ellen oda tette magát, vagy oda tudta magát rakni, vagy úgy alakultak a körülmények, és akkor ők vannak a címlapon, imádjuk őket, és utána becsúszik egy portugáli elleni bukó, és akkor meg azt mondjuk, gyerekek, hát mi volt ez? Tehát, hogy ez szerintem, én ha sportoló lennék, ez borzasztó rosszul esne, hogy csak akkor vagyok valaki, hogyha jó eredményeim vannak. Miközben a srácok biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy beleteszik magukat az edzésekbe, elvégzik a melót, profinálnak hozzá, de hát ilyen a sport, nem mindig az egyik nyer, ha így lenne, akkor garantáltan hát senkit nem érdekel. Most gondold, de a női kézi válogatott úgy utazott el a szlovéniai Európa-bajnokságra, hogy lejött egy cikk, azt hiszem, hogy 4 nappal a rajt előtt, hogy minden idők leggyengébb válogatottja utazik az EB-re. Olvasd el, és menj az EB-re, jó játszani. Hát gondoljátok egyébként, egyszer majd szentelünk egy adást a magyar sportsajtó kritikai és egyéb szemléletének, mert valóban sok mindenről beszélünk itt, nem csak a konkrétan a pályán történő, vagy a csapatok házatáján történő dolgokról, hanem valóban elvárásokról, nyomasztásról, és itt akkor tényleg a közösségi média, a mindenki számára adott megnyilvánulási felületek. Tehát valóban sokkal-sokkal inger gazdagabb környezetben készül ma fel egy sportoló, ami valószínűleg rosszabb, mint amikor ki tudta zárni ezeket a zajokat. Ha jó vagy, akkor szerintem nagyon jó tud lenni. Meg ha tudod tehát, kezelni, igen, meg ha tudod kezelni, nyilván, mert tényleg az indokolt és az indokolatlan elvárások is tudnak agyonnyomni. Gyerekek, 4 perc maradt az adásidőnkből, és arra gondoltam, hogy tényleg mivel itt van Tomi, és megadatott a lehetőség végre Szilárdnak is, a két Manchester United rangadó, vagy szurkolónak, mondom, két rangadó között vagyunk. Hogy egy kicsit beszéljük az angol fociról, illetve én arra gondoltam, hogy röviden arról, hogy mit vártok ettől a futballtavaszról, és az európai kupákat is vegyük bele, mert ezek azért gondolom szélesebb érdeklődésre tartanak számot, hiszen a VB lecsengett, eltemettük magunkban már az emlékét is, remélem, és hát az igazi foci pedig elkezdődött. Azt látjuk, hogy a Manchester United ugye elkezdett egy valódi edző alatt csapathoz hasonlítani, de a Bajnokok Ligájában mindannyiunk sajnálatára nem érintett. Kiről fog szólni ez az európai foci tavasz? Én most leszek a közönséget. Jó, akkor... Azt hittem, behozod a fejcsutot. Én azt tudom mondani, hogy az európai foci tavasz angol szinten a Liverpoolról fog szólni, gondolom Tomi is egyetért velem. Olyan szempontból, hogy hát én már lassan tényleg... De rajtuk röhög a világ? Nekem mindig szimpatikus volt a Liverpool, már Michael Owen személye kapcsán, ugye, aki megkapta az aranylabdát 2001-ben, ha jól emlékszem rá, és aztán a mi játékosunk lett, és a kedvenc Manchester United gólom az, amikor az egyik United City rangadó, majd City United 4 rangadó. 4 percünk voltál, már csak 3. A Giggs kiugratja, Owen jelentkezik, Giggs kiugratja, és egy akkora gólt lő, hogy én hangszálaim szétrobbantak akkor. És ezért szóltak egy kicsit a Liverpoolnak. Miért fog Liverpoolról szólni a... Azért, mert meglátjuk, hogy hova tud visszaérni a olyan mélységekből, ahol most van. Ellenben ugye a Manchester United, aki hatalmas mélységekből, amit nem hiszem még mindig, hogy Ronaldo okozott, de biztos, hogy volt valami zavar a gépezetben. Most 6 mérkőzés, most már 7 mérkőzéses győzelmi sorozatban vagyunk. A Unitednek nagyon jól jött a világbajnokság, hiszen azért az otthon maradt és a menet közben megérkezett játékosokkal nagyon-nagyon sokat tudott dolgozni Ten Hag. Nyilván minden egyes csapattal eltöltött perc az viszi előre. Én azt gondolom egyébként, hogy jelen pillanatban ez a sztori ez még azért törékeny, de ugye én a szezon elején azt mondtam, hogy Ten Hag esetében lehet, hogy elengednénk egy picit a Premier League-et és rámennék az Európa Ligára, mert ugye annak megnyerése Bajnokok Ligája indulást ér. Most azt mondom, hogy lehet, hogy el kell engedni mindent, mert egy olyan pozícióban vagy, hogy a Premier League-ben esélyed van, akár a bajnoki címre, és Gary Neville azt mondta, hogy szerintem nem lesz bajnok az Arsenal, nem tudom, szerintem sok múlik majd ezen a hétvégi mérkőzésen, ugye a United az Arsenallal játszik, és lehet, tényleg, tehát az biztos, hogy most egy Liga Kupa győzelem, meg egy dobogó, az tökéletes lenne a United szurkolóknak. Nektek azért az lenne a tökéletes, ha itt játszon a Budapesten Európa Liga döntőt a nekünk United. Nekünk és ezért igen. Szurkoljuk, hiszen ők, amikor ide járnak Magyarországra, akkor általában jó teljesítenek, kivéve a Sóstói stadionban. Ha mondjuk egy United stadiont én is megnéznék, akkor Tomi nem tudom, melyik szektorban őle. Szerintem elkéretőzne újságírónak a sportától, hogy ne kelljen egyik szektorban zsebecsücsülni.
Csak ugye, a világbajnokság ugye a Vidinek is jókor jött, mert nem volt érintett. Jó minőségi munkát végezhetett, igen. A Frontinak viszont rosszul, mert Lágydon lehet, hogy el is, vagy már is ment. Még nem. De ez a kalkul, tehát azzal szerintem gyakorlatilag a szezon elejétől fogva kalkulálnak, és ezt erre mondtam azt, hogy Lajdoni, ha megy, akkor ott van mögötte előkészítve 2-3 olyan játékos, akinél adott esetben tényleg csak egyességre kell jutni, tényleg csak mondjuk ki kell pengetni azt a lóvét, ami kell, és akkor jön. Ha meglátjuk, minden esetre én nekem az a eléggé számomra szubjektíven kellemetlen, de összességében mégis felemelő ugye emlék marad a világbajnokságról, hogy Lionel Messi megkoronáztatott, hogyha ez a tendencia, akkor a Paris Saint-Germainnek kell nyerni a bajnokok ligáját is, és akkor végképp mindenki a mennyekben érezheti magát, de majd ez kiderül, ilyen szempontból én még szurkolok is az angol csapatoknak, hogy ezt valamilyen módon megakadályozzák. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, beszélünk majd még természetesen erről és sok másról is a következő adásokban. Köszönöm szépen a figyelmüket! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.